Budai hegyek, budaös törökugrató, naprózsa botanikai tanösvény. Itt van egy parkoló is, ahol be lehet jönni. Ez egy kőványa volt valamikor. Úgyhogy még vizet is lehet inni, amit látom, már kinyitották. Tilos a kőfejtés. Vannak padok. Valaki meg nyilvános WC-nek használta. Felirat. Hát itt lehet szaladgálni mindenféle dolgot a kisgyerekeknek. Valaki ott fent is valamit szaladgál éppen, vagy mit csinál. És itt a létrán lehet a tanúsvény elejébe felmenni. Itt vannak sziklák. Valaki nagyon nehéz volt, megroppantotta a lét. Na, egy kis sziklás mászásos. Gyerekkel is lehet jönni. Fölülről még jobban. Látkép. Na egy kicsit most. Azért vannak fönt. És akkor ott lehet lejönni a másik fele. A tanúsvénynek az. És akkor kezel a csúcs felé. Ott lejjebb van egy tábla, ahol el lehet olvasni ennek a török ugratónak a legendáját. Két feltételezés is van. Az fogadja el az ember, amelyik tetszik neki. És akkor egy másik úton le lehet jönni. Itt is van egy ilyen kiszögelés, ki lehet nézegetni. Az út lefele, és akkor egy másik úton lefele. Hát még piknikeztek az előbb itt a kisgyerekkel. Vad regényes. Itt jöttünk fel. Vannak ilyen állomások, csak sajnos már nem nagyon működnek a gyerekeknek feladat. És akkor itt vezet az út tovább befele. Jó szélzaj van. Fúj egy kicsit. És arra már biotopba egyik. Ezen az ösvényen is ki lehet az útra menni. De nem a parkolóba, itt jöttünk vissza erről. Majdnem ugyanoda vezet. Nem olyan nagy, de viszont érdekes, sok látnivaló van. Főleg, ha van kisgyerek is, aki azért vigyázni kell itt. És itt még lent még lehet a labdát is rúgni szerintem, és akkor visszaértünk. Ennyi lett volna.